Amikor elkezdődik a koncert, akkor azt gondolja az ember, hogy az is hülye, aki ide kimegy ebbe az őrületes ricsajba, ebbe a borzasztó zajba, hát ebbe képtelenség kimenni, és azt hiszed, hogy akkor ezekre hatni tudsz. Nyissam ki! Abszolút, abszolút, nyugodtan. És akkor a Lukácsba megyünk, gyógytornára? Hát igen, gyógytornára megyek. Szóval... Mondjam, hogy miért? Hát, próbálok kérdő nézni, de nem akarok nagyon tolakodni. Miért? Nem. Miért van erre szükség? Hát nem. Hiszen 20 évesen minek? Hát ez az, hogy amikor az ember 20 éves, akkor nem is tudja, hogy mi az, hogy ízület. És aztán, hogy kitelnek az évek, egyre jobban észreveszi, hogy van valami, ami ott valami nem stimmel vele. És aztán nekem a csípőízületemmel van valami probléma, de az csak olyan fél évente, de van, amikor csak két évente jelentkezik, és akkor nehezen járok, és érdekes módon a színpadon nem. Mert ott az ember vissza 20 éves edik, nem? Igen, nem tudom, egyszerűen nem tudom, ott nincs fájdalom. Egyébként fájdalmam van. Te mennyire, mondjuk, mennyire szoktál hozzá ahhoz, hogy a szervezeteddel ilyen módon, ilyen rendszerességgel, ilyen mélységben törődni kell? Azért is kérdezem ezt, mert hogy te azért nagyon sokat sportoltál fiatalkorodban. Hát versenyszerűen a díjugratás, a lovarda, a tényleg folyamatosan fizikai igénybevételnek voltál kitéve, és hogy használtad a testedet. A színészet ugyanilyen, ott is használod a testedet. Szóval mennyire vagy ehhez hozzászokva? Hát abszolút hozzá vagyok szokva. Abszolút. Szóval, azt én tudom, hogy arra mindig figyelni kell, és hát mindig eszembe jut az osztályfőnököm, a főiskolai osztályfőnököm, Bártos Géza, aki azt mondta nekünk, hogy gyerekek, ez egy hosszú meccs. Tehát sokáig kell fizikummal is, meg szellemmel is bírni, meg ésszel is bírni. Tehát mind a kettőt kordában kell tartani, és mind a kettőre figyelni kell. De az, hogy én a fizikumommal törődöm, az tényleg a sportból fakad talán. De akkor valahogy az iskolában olyan nevelést kaptunk, ami szerint, amikor elértük a tinédzser kort, akkor elkezdtünk választani, keresni valami sportot, ami nekünk kedvez, amit szeretünk csinálni, és amiben talán még sikeresek is lehetünk. És aztán, mikor megtalálta az ember, akkor viszont megtanulta azt, hogy a testével törődni kell, mert különben nem megy az, amit szeretne csinálni. És aztán a főiskolán ez csak beigazolódott, mert a főiskolán ugye a mozgásórák azok azzal járnak, hogy az ember a fizikumának minden részét meg kell, hogy mozgassa. És hát ez a gyógytorna is tulajdonképpen nekem arról szól, hogy minden porcikámat bemozgat a gyógytornász. Az, amikor mondjuk a szervezeted elromlik, azért neked ugye a 2000-es évek elején volt egy elég rossz szériád, aztán ezt kimondhatjuk. Igen. Ugye volt először a baleset, aztán a betegséged. Egyrészt milyen emlékeket idéz ma fel? Most már azért eltelt másfél évtized. Igen. Azóta, ami egyrészt sok, másrészt meg aztán talán mégsem olyan nagyon sok. Te hogy mennyit gondolsz például arra, vagy mennyire érzed azt az időszakot te mondjuk egy ilyen figyelmeztetésnek, vagy mennyire volt az neked tanulságos? A saját testedhez való viszonyodban. Abszolút tanulságos volt. Azt nem tudom, hogy a testemhez, de az életmódhoz és a táplálkozáshoz mindenképpen, mert azt nem tanította meg nekem az onkológus vagy a dietetikus, hogy lehet ezt túlélni, vagy hogy lehet ellene tenni, ezt ellene, de mindössze annyit próbálok ellene tenni, amit a betegséggel és az orvossal tanultam meg, az orvostól tanultam meg, hogy az ember immunrendszere az borzasztó fontos. És hogyha megpróbálsz úgy mozogni és úgy táplálkozni,
ahogy az ezzel foglalkozó tapasztaltabb emberek mondják, és felhívják rá a figyelmedet, akkor ha hiszel benne, akkor segít is. De ha nem hiszel benne, talán akkor is segít, ha megcsinálod. Így van. Ha megcsinálod. Magyarul tartósítószer és vegyszermentes élelmiszert kell fogyasztani többnyire, ha lehet, és hát miért ne lehetne, hogyha az ember nagyon odafigyel, akkor azért azt megteheti, hogy mozogjon, hogyha másra nem telik a mozgásból, akkor hosszúakat sétáljon, és ne olyan séta tempóban, hanem egy gyorsabb tempóban, mert az már meg felér egy kocogásra akár, de valamit mozogni mindig kell, és mindig lehet. Én nekem az édesanyám egy hasonló betegségben ment el sajnos, nagyon fiatalon, és azóta valahogy észreveszem magam körül a daganatos betegségeket, az ismerősi körömben elengedjük a vérszállítót, a baráti körben, és azt veszem észre, hogy nagyon sok család érintett, szinte nincs is olyan ember, akinek valaki ismerősi szinten legalább, ugye? És hogy nagyon sokféle reakciót látok. Látok olyat, hogy csak azért is. Látok olyat, hogy harcként élem meg a küzdelmet a rákkal. Látok olyat, hogy beletörődöm, hogy rábízom magam 100%-ban az orvosokra, hogy inkább a természetes nyújt. Tehát, hogy nagyon sokféle reakció van pszichésen is, meg a gyakorlatban is. És inkább az érdekel, hogy te hogy reagáltál mondjuk egy ilyen helyzetre, meg ilyen módisra, meg azóta. Én megkérdeztem Dank Magdolnát, ő volt az onkológus. Hogy ezt túl lehet-e élni. És amikor azt mondta, hogy csináljuk végig a terápiát, és végig csináltuk a terápiát, és közben én rengeteg tanácsot, jó tanácsot kaptam olyan emberektől, akik drukkoltak értem, idegenek is, és akik szerették volna, hogyha meggyógyulok, és már volt a környezetükben példa arra, hogy valaki meggyógyult, és megpróbálták azt a gyógymódot nekem átadni. És akkor én azzal mindig elmentem a Dank Magdolnához, és mindig megmondtam neki, hogy azt mondták, hogy ez milyen jó lenne, mit gondol róla. És ő mindig azt mondta, hogy csináljuk végig a terápiát, és ha még szükség lesz rá, akkor beszélünk róla. És hála Istennek, meg az orvosnak nem lett rá szükség. De hát az ember úgy reagál rá, hogy rögtön azt hiszi, hogy ez olyan, mint a halálos ítélet, ha azt mondják, hogy daganatod van. Hát azt hiszi az ember. És én azért sokáig nem beszéltem róla, mert tudom, hogy szóval nem szívesen sajnáltatja magát az ember, de egy dolog miatt mégiscsak muszáj beszélni róla, amit egy idő után elhagytam ezt a hallgatást, mert akármit gondol akárki, hogyha előbb találják meg a betegséget, akkor megelőzheti azt, hogy áttétei legyenek, és segíthet abban, hogy meg lehessen gyógyítani. Tehát borzasztó fontos az, hogy elmenjenek szűrésre az emberek, és ezt nem győzi senki hangsúlyozni, hogy menjetek el szűrésre, még akkor is, hogyha félt. Én is félek. Hát persze, mindenki fél, mert a rák ugye az a különlegesen szemtelen betegség, aki nem mutatja magát csak akkor, amikor már késő van. Igen. Igen. Sokan megtalálnak egyébként a saját történetükkel? Hasonló történetekkel? Hát, akkor sokan megtaláltak. De most is nagyon érdekes és nagyon fantasztikusak az emberek, mert azért is nem akarok sokat beszélni róla. Jó, mindjárt lapozom. Mindjárt megmondom neked, hogy miért nem. Azért, mert hogy máig is, hogyha koncerten vagyok és jönnek aláíratni CD-ket vagy könyvet, akkor mindig az, amikor elmennek és kedvesen elköszönnek, akkor mindig azt mondják, és jó egészséget kívánok, és sose felejtik el. Ez jó, nagyon szépen köszönöm, és boldog vagyok, hogy egészséget kívánnak nekem, de mégiscsak ez jut az embereknek az eszébe. Hát ezért nem csak ez jut, csak egyszerűen szerintem ez azért is van, mert szerintem nagyon kevés embert szeretnek ennyire, mint téged. Ennyire aktívan. És ez hozzá tudtál szokni a mai napig? Hát nem, ezzel nem lehet úgy élni, hogy az ember ehhez hozzászokik, vagy nem szokik hozzá. Hát azért dolgozom, hogy valamit adjak az embereknek, hogy valamilyen
azt, amit szeretnék, azt eljuttassam hozzájuk, és hogyha eljut hozzájuk, és ők szeretik azt, és jól tudnak élni vele, és ezért hálásak, és ezért engem is szeretnek netántán, az nekem nagyon jól esik természetesen. De hát, hogy ezt, hogy olyanokat szoktak tőlem kérdezni néha, hogy mi a titka. Hát nincs titok, itt egyszerűen csak az van, hogy engem egyszerűen érdekel a munkám, ha ezt munkának lehet nevezni egyáltalán, érdekelnek az emberek, érdekelnek a gyerekek, és érdekelnek azok a gyerekek is, akik régen gyerekek voltak, és ma már felnőttek. Hát igen, jelentkezem. Mákos tészta, Harry Koffer, igen. És mindannyian a boldog születésnapot. Tészta helyett inkább egy kis mákos rétes. Mákos rétes, igen, na de pláne, na de pláne. Nálunk a gyerekek a tésztát szeret. Hogy igen, azért neked ugye egy fiat született, a Tamás, de van 4 millió gyerek a tiéd közben, és ez azért egyrészt csodálatos, másrészt viszont úgy képzelem, hogy ezért egy óriási felelősség is, nem? Hogy úgy tekintenek rád, hogy nézik, hogy mit csinálsz, hogy mit közvetítesz, hogy milyen verset fogsz kiválasztani, megzenésíteni, mit üzensz, mit csinálsz a színpadon. Persze, hogy nagy felelősség. És most már nem tudom, hány éve csinálom a karácsonyi, vagy nevezzük úgy inkább, hogy adventi koncerteket a Vígszínházban, amelyek idén is lesznek, a decemberi hétvégeken, karácsonyig, adventkor kétszer egy előadásban, vasárnaponként. Ez csak azért kell, hogy elmondjam, mert én mindig azon izgulok, hogy hát a karácsony az mindig ugyanolyan marad, azon nem tudok változtatni a történésen, sőt, azokon a karácsonyi dalokon se tudok változtatni, amit a gyerekek a legjobban szeretnek és ismernek. És mindig eléneklem, vagy elénekeltetem velük. És mindig úgy félek, hogy egyszer megunják, hogy kis karácsony, nagy karácsony, de nem unják meg előtt. Hát meg téged sem unnak. Tehát szerintem ez bizonyos embereket, bizonyos előadókat nem lehet megunni. Nem tudom elfelejteni például azt olvastam a könyvedet, ugye 2 éve jelent meg, és most újra elővettem, és beleolvastam, hogy tudtam, hogy találkozunk. És ott van egy nagyon érdekes történet Gobbi Hildáról. Igen. Hogy volt egy előadás, amiben ti negyed órát együtt töltöttetek egy kis helyen bezárva. És igen, ott rengeteg a kelléktárban. És ott rengeteg, nem tudom melyik előadás volt, te biztos emlékszel. Pisti a vérzivatarban. Igen, valóban. A Pisti a vérzivatarban van. És hogy ott mesélt neked valahogy, mesélt a saját szorongásairól, hogy egy Gobbi Hilda is képes volt azon izgulni, hogy elfelejtik. Hát igen. Ez nekem ez megdöbbentett. Akkor én 30 év körüli voltam, és megdöbbentett engem, hogy a Gobbi Hilda miért gondolja, hogy őt bárki elfelejti. És így volt. És csak azt mondta, hogy hát egy rádiós meghívást kaptam, egy rádiós szerepet kaptam, és most nagyon örülök, mert rettentő régen nem hív, nem csöngött nálam a telefon. És tudtam, de Hilda, hát, és hát most kicsit pihensz. Nem úgy van ez. Nagyon, nagyon megdöbbentett akkor. És nálad ez hogy van? Hogyha mondjuk nem, voltak azért olyan időszakok, amikor annyit nem csörgett a telefon. Hát hogyne, persze. De akkor mindig eszembe jut a Gobbi Hilda. Egyrészt, másrészt pedig, hát mi nagyon sok dologban mást gondoltunk a világról, a szakmáról, akkor, amikor elindultunk a pályán. És mi soha nem jelentkeztünk be senkinél, hogy szeretnénk vele dolgozni, vagy szeretnénk nála dolgozni, vagy szeretnénk ezt csinálni, vagy azt csinálni, hanem megvártuk, amíg felkérnek minket, és a felkérésre vagy igent mondtunk, vagy nemet mondtunk. Többnyire igent mondtunk, de előfordult az is, hogy nemet. És akkor, amikor hát elkövetkezett az a világ, amikor kicsit túl sok színészt képeznek talán, és nagyon kevés a munkahely, kevesebb lett mondjuk a televíziós játékok, amelyek hát olyanok voltak, mint a felvett színdarabok, vagy egy másik technikával felvett film,
akkor mi azt rengeteget csináltunk, és ezek megszűntek. Ezek egyszerűen átváltoztak sorozatokká, de akkor arra gondolt az ember, hogy egy sorozatban részt venni, az is nagyon veszélyes dolog, mert ez egy kis ország, és akkor X vagy Y, aki egyébként jó színész, az abba a szerepbe valahogy benne marad, és elveszti a nevét, és nem lehet más, mint az a szerep, amit egy sorozatban játszik. Uh-huh. Tehát ez is másképp van, ez se úgy van, mint ahogy mi elképzeltük. Tehát minden másképp van, ahogy gondoltuk, de nekem is meg kellett tudnom azt, hogyha én nekem szabad időm van, és éppen nem kapok felkérést valahová, éppen nem gondol rám senki, és én nem akarok valakinél jelentkezni, hogy te dolgozzunk már együtt, mert most én ráérek, akkor nekem magamnak kell kitalálni sok mindent, amit szeretnék csinálni. És nekem magamnak kell megvalósítani azt, ami vagy sikeres, vagy nem sikeres. Most nekem ebben segített az, hogy hát én nekem még eszem ágában sem volt koncertezni, és eszem ágában sem volt elmenni énekelni sehol a színpadra, de már két lemezem megjelent, amikor egyszer csak bekopogott hozzám néhány zenész, akik azt mondták, hogy ők a Bojtorján együttes, és tudják minden dalomat, és menjünk el koncertezni. És ezek hát segítettek ezeken a nehéz helyzeteken, amikor színészileg nehezebb helyzetbe kerültem, és a koncert az olyan volt, hogy azt én fel tudtam vállalni. Én sok apró felkérést kaptam akkor, amiben televízióba hívtak, de nem minden volt ebből vállalható. Hát igen, és azért téged megvédett valahol, nem? Ez a koncertek sikere, meg a gyerek lemezek sikere megvédett rossz kompromisszumoktól. Pontosan, az védett meg engem, mert azt tudtam, hogy azt én tudom vállalni. Igen. Azt én csináltam, ott azt mondom, amit én akarok és én gondolok, és hogyha elmegyek és éppen pusztán mondjuk a megjelenés kedvéért elvállalok ezt is, meg azt is, meg amazt is, az a sokkal rosszabbul járok. És meg az ember elaprózza magát. Az első koncertre emlékszel? Ezt leírod a könyv, leírjátok a könyvben. A Szentendrei. Persze, hát a Kutvölgyi Zsike jött el. Ezt hallottam a Zsikétől is, ezt a történetet, hogy el kellett, hogy kísérjen. Úgy féltem tőle, és még azt se tudtam, szóval fogalmam nem volt róla, hogy kell, s mint kell. És aztán, amikor a koncert végén, az első vagy a második előadás végén azt vettem észre, hogy itt nem zaj van a nézőtéren, hanem éneklik azt, amit én éneklek, akkor legközelebb felgyújtattam a nézőtéren a világítást, tehát nem sötétben ültek a nézők, és láttam, hogy kik ülnek ott, és mit csinálnak, és hogy azok velem énekelnek. És hát ez fantasztikus élmény volt, egy tökéletesen más közönség, mint a felnőtt közönség. És egy hallatlanul izgalmas, érdekes, szeretetreméltó. Amikor elkezdődik a koncert, akkor azt gondolja az ember, hogy az is hülye, aki ide kimegy ebbe az őrületes ricsajba, ebbe a borzasztó zajba, hát képtelenség kimenni, és azt hiszed, hogy akkor ezekre hatni tudsz. És ha hatni tudsz rájuk mégis, hát akkor elájulsz, hogy ennél nagyobb siker a világon nincs, hogy ezt az őrületes hangzavart, ezt hirtelen abba hagyják, és feled énekelnek. Vagy pedig, amikor kérdezel tőlük valamit, akkor válaszolnak. És akkor voltak persze mindenhol, és mindig vannak ellenkező gyerekek, akik amikor igent kéne válaszolni, akkor nemet mondanak, és azt mindenki hallja. Uh-huh. Tehát azokat meg kell kérdezni, hogy miért nem. És aztán megmondja, és az ezekkel való kapcsolat, és a végére a koncert elején kialakult, és a végére kialakuló kapcsolat között, pedig az fantasztikus, ez egy tanulmány volt számomra, hogy lehet azt elérni, hogy a végén ott maradjon a gyerek, és azt mondja nekem, hogy ne menj haza, mert még beszélgessünk. És akkor te beszélgetsz, mert azért te ott maradsz a koncertek akkor beszélgettem, végén, igen, de ma már ez nem így van. Ezek a hajdani szép idők, mert ma már családoknak énekelek, és a családokban együtt jönnek a szülők, sokszor a nagyszülők, és a szülők, és a gyerekek,
és három korosztály is jön, és ezek már családi koncertek, és az ő kedvükért nagyon gyakran énekelek régi dalokat is, hogy az anyukák is otthon érezzék magukat. Van kedvenc Halász Jutka dalod? Igen. Na most, most történt velem nagyon hosszú idő után először, hogy gyerekközönségem volt egy vidéki városban. Ja, tehát csak gyerekek. Csak gyerekek. Aha. És ez, nem is tudom, mondom, két évente egyszer fordul elő, hogy csak gyerekek ülnek a nézőtéren. És ültek a gyerekek a nézőtéren, és én egy új szerkezetet csináltam az előadásomnak, mert már régóta csináljuk ugyanezt az előadást, és szerettem volna változtatni rajta. És van egy nagyon helyes dal, aminek nagyon-nagyon helyes szövege van, nekem nagyon tetszik. És arra építettem, hogy abból kiindulva, aztán a folytatásban X számú dalt eléneklek. És az a dal, ami nekem úgy tetszik, és nagyszerű szövege van, ezt állítom most is, nagyon helyes szövege van, az azon a gyerekek elaludtak. Ajaj! És azt te persze érzékeled, hát mert danát, hát ég a villany. Persze, hát danát, persze. Szóval nem lettek rosszak, nem csináltak semmi kivetni valót, csak egyszerűen unták. És hát ez olyan borzasztó, hogy olyan nehezen tudtam őket visszahozni, pedig utána már olyan dalok voltak, amire lehet ugrálni és táncolni és pörögni, de olyan nehezen tudtam őket visszahozni, hogy kénytelen voltam, egész éjjel nem aludtam, hogy holnap ugyanezzel az előadással ki kell mennem a színpadra, mi lesz. És kihagytam ezt a dalt, és betettem helyette valami más, és akkor a következő dalra meg azt mondtam, hogy ti ismeritek ezt a dalt, énekeljétek vele. Igaz, hogy szülőkkel voltak a gyerekek, de egészen más lett az előadás. És azt megtanulja az ember, hogy apróságokon múlnak. Szerintem, ami veled kapcsolatban egészen fantasztikus, és én nagyon szeretem az, hogy nem gügyöksz a gyerekekkel, és sosem gügyögtél. Tehát, hogy nyilván van egy nagyon... Egy alapvető kedves hangja az embernek, vagy hogy neked, egy kedves kinézeted, amivel belépsz az ajtón náluk, de nem, nincs ez a hütyűrű-pütyűrű, hanem mindig is komolyan vetted a gyerekeket. Hát Kriszta, te is emlékszel a saját gyerekkorodra, nem? Igen. Hát akkor tudod, hogy ki az, akit szerettél, és ki az, persze, akivel nem bírtál. Nem bírtad, már akkor sem bekopogott, vagy igen, becsengetett az ajtón. Tehát megbolondult tőle, igen, az ember. Hát én nem akarom, hogy megbolonduljanak tőlem a gyerekek, úgyhogy ezt én teljesen természetesnek tartom. Azért a gyerekek nem is másolnak, nem hazudnak, nem... Tehát, hogy ott kőkemény őszinteség van, akkor is, ha szeretnek, és akkor is, hogy nem vagy nekik őszinteség, szép, vagy... csak az, ahogy ők érzik, úgy viselkednek. Ez a fajta önazonosság van, és ez ugyanúgy, ahogy, tehát, hogyha nekik unalmas egy dal, akkor te hiába szeretsz, akkor ők látványosan unni fogják, akkor is, ha te vagy kicsit belehalsz a színpadon. Ugyanakkor viszont elképesztő humorérzékük is van, néha nem is tudnak róla. Jöttek a gyerekek autogramot kérni, és már mindenki elment, hazament, én is már becsomagoltam, átöltöztem, és készültem elmenni, amikor egyszer csak megjelent egy későn jövő kislány, és azt mondta, hogy Halász Jutka. Mondtam, hogy szervusz, mit szeretnél? Azt mondja, hát a Halász Jutka, és elkezdett járkálni a székem körül. És csak ezt mondta, semmi más nem mondta, hogy na hát a Halász Jutka, na hát, mondtam, de mit szeretnél, írjak neked autogramot, adjak egy képet, vagy mit szeretnél? Azt mondja, hát én nem tudtam, hogy a Halász Jutka az létezik. És egyszerűen mit hitt? Azt hitt, hogy én is egy ilyen kitalált figura vagyok, akire azt mondják, hogy majd jön a Halász Jutka, és énekel neked egy szép dalt, vagy majd jön a Halász Jutka, és elveri a feneket. Nem tudom, hogy... Itt a Mikulás meg a Krampusz egy szemében. Nem. Az egyébként azt te hogy éred meg, hogy a Halász Jutka az egy tényleg már egy ilyen Mikulási legenda övezi, tehát hogy ilyen élő legendának lenni, én elképzelni sem tudom, hogy milyen lehet, meg hogy ezt az ember hogy rakja magában helyre, hiszen neked is van gyermeked, három unokád, tehát hogy hát azok nem tekintenek engem a Halász Jutka, azok úgy tekintenek, amikor éppen milyen kedvük van, szóval az egyáltalán semmi köze, a két dolognak nincs köze egymással. Nincsenek ettől elájulva. Nincsenek. De a másik pedig, hogy azért annál jobb érzés nincs, amikor egy idegen gyerek csak úgy az utcán odajön, és egy pici, három-négy éves odajön, és csak így tartja a karját, és lehajoz hozzá, és ad egy puszit.
Hát az gyönyörű. Hát az olyan gyönyörű, az ember sírva fakadt. Tetőtől talpig beleborzongtam ebben, de tényleg. Az, hogy Halász Jutka, és gyerekek, és szeretet, és önazonosság, és öröm, és boldogság, meg az, hogy a színészi világ, meg a színész szakma közben korán sem csak szeretet, és boldogság, és hát önazonosság, nem annyira. Tehát, hogy ez a kettő világ benned sosem csapott össze? Hát ez nem, mert más helyszínen, más körülmények között, és más közegben történik minden. A felnőtt világhoz én szoktam, mielőtt énekelni kezdtem, már sok-sok évig, mert hiszen én a Vígszínház tagja voltam előtte már sok évig. Már akkor is. És sok jó szerepet játszottam, és most már ennyi idő után a kezdetről beszéletek úgy, hogy sikeres darabokban, sikeres előadásokban. Jóformán nem játszottam olyan előadásban. Nem én miattam, hanem az előadás és a körülmények miatt. Jóformán nem játszottam olyan előadásban, aminek nem volt sikere. És úgyhogy mondjuk szerencsés voltam, mondjuk így. De az egy tökéletesen más világ. Ott vannak olyan pillanatok, amikor az ember, pillanatok, hetek, amikor az ember éjszaka azért nem alszik, mert nem tudja, hogy fog túljutni bizonyos dolgokon, hogy fogja megcsinálni azt, amit várnak, elvárnak, várnak tőle a szerepe, a rendező és a partnerek, és az előadás. Mert hiszen a jó előadás az én véleményem szerint akkor születik, hogyha az előadás, hogyha a próbák kezdetén összhangba jutunk arról, hogy miről kell, hogy szóljon majd a mi előadásunk, és hogyan kell, nagyjából hogyan kell, hogy szóljon róla, és ebben mindannyian meg tudunk egyezni, és mindannyian afelé törekszünk, hogy azt az irányt betartsuk, megtartsuk és építsük. És hogyha ez valamelyikünknek nem sikerül, vagy nem tudja hozzáadni azt a téglát, amit éppen kellene, az őrületes lelki trauma. Amikor például egy egészen más iskolából jövő, mondjuk egy abszolút fiatal korosztályú rendező, talán épp Székely Krisztát említetted a közös munka során, hogy teljesen máshogy nyúl hozzá. Igen. Mert egyszerűen van köztetek x évtized, ő most tanulta a szakmát, frissen kijött, friss elképzelésekkel, és együtt kell dolgoznotok egy régi vágású szakember, meg egy új vágású szakember. Mind a kettő tehetséges és energikus, de azt össze kell hozni. Tehát, hogy például vele volt egy tök érdekes egymás rangolódási folyamat, nem? Ami nem volt nagyon egyértelmű. De egy dolog egyértelmű, hogy azt valamitől az ember a tehetséget megérzi. Most ez a Szége Kriszta, ez most megnyerte a poszt rendezői díját, most megnyerte a kritikusok díját, tehát én tudom, ez bennem rögtön, ez ki kellett, hogy nyíljon, szóval ezt éreznem kellett, mert hogyha nem éreztem volna, akkor ellenálltam volna. Nyilvánvalóan valamit éreztem, hogy, és nem rögtön álltam ellen, hanem megpróbáltam, mondtam, adok neki két napot, és az alatt a két nap alatt minden tisztázódott, beépült, és normális helyre került. Ez melyik darab volt? A Polcelen darab, amin együtt dolgoztatok? Igen. Én nem túl sokat játszom, sajnos most a színházban. Játszom a Zsike kedvenc darabjában, a Sógornőkben. Igen. És játszom az audienciában, amit viszont fantasztikusan szeretek, szóval az egy őrületes nagy adomány az Eszenyitől is, mert ő találta végül is, és a színháztól, mert hát rengeteg sok dolgot megtanul az ember, amiről sejtelme sem volt odáig. És úgy láttam, hogy a nézők is szívesen nézik, mert olyan hangulat van a nézőtéren, és úgy szeretik a nézők, ahogy mi is szeretjük, meg a kollégák is, akik nem az Erzsébetet játsszák, hanem az egykori miniszterelnököket. Azért ez egy érdekes karakter, második Erzsébet, meg főleg azt tudva rólad, hogy te úgy szeretsz készülni egy szerepre, hogy megfigyelsz. Tehát, hogy az a te komfortzónád, hogyha megfigyelhetsz valakit, tehát hogyha van saját kapcsolatod, élményed egy karakterrel, mondjuk második Erzsébetet legfeljebb felvételeken, videófelvételeken vagy filmfelvételeken lehet megfigyelni. Tehát, hogy ott nincs lehetőség, hogy mondjuk egy ilyen
És én úgy érzem, hogy talán ő nem is feltétlenül hasonló személyiségtől vagy hozzád, bár nem ismerem személyesen. De hogy ez azért egy ilyen dupla kihívásnak érzem én, hogy egy ilyen megközelíthetetlen emberre az ember hogy készül föl. Tehát is pláne egy élő, egy kortárs, hát, az nagyon nehéz. Van, aki úgy indul egy szerepnek, hogy először megrajzolja magának a külsejét. Aha. És a saját külsejét is, hogy mivel fogja ezt elérni. És akkor kezd bele a próbába, amikor már tudja, hogy milyen ruha lesz rajta, milyen lesz a frizurája, hogy fogja kifesteni magát, akkor körülbelül már tudja, hogy kell elindulnia. És én meg egészen ford, én egész teljesen másképp csinálom. Én először megpróbálom a belső indítatásokat megtalálni, a jellemet megtalálni, a helyzetbe helyezkedni azzal a jellemmel, amit én megpróbáltam már valahogy leírni magamnak, és csak aztán érdekel a külső. De most ebben az esetben ez fordítva volt, mert azt mondtam, hogy én egy ilyen nem is tudom, olyan szlávos pofa vagyok, én úgy gondoltam, noha hát, magyar vagyok, és nem szláv, de mégiscsak úgy gondoltam, hogy én úgy nézek ki, hogy kevés lehet, hogy azért, mert aki játszotta mindig az Erzsébetet, az angol színésznő, az nagyon is hasonlít a második Erzsébetre. Igen. Megszólalásig, tényleg. Nagyon is hasonlít, és ezt én hogy fogom elérni? És akkor, amikor megkaptam az első jó barókát, és amikor az első pillanatban sikerült nekem ezt a gondolatot elűznöm, hogy fogok hasonlítani, vagy nem, amikor arra gondoltam, hogy nem érdekel, hát így nézek ki, hát már nem tudok magamon erőszakot alkalmazni, úgyhogy ilyen maradok, mert ilyen vagyok. Abban a pillanatban nagyon megkönnyítette a helyzetemet. Nagyon, nagyon, akkor már el tudtam kezdeni a szereppel foglalkozni, és nem a külsőségekkel, és az nekem nagyon fontos volt. És a szerep pedig egy nagyon-nagyon érdekes személyiséget, és hát olyan történelmi pillanatokat is ismertetett meg velem, és olyan történelmi tényeket, amikről én nem tudtam. Én nem tudtam, hogy leírt alkotmánya nincs. Britanniának nincs. Hogy én nem tudtam, hogy a második Erzsébet és a királynő, az angol királynő nem szólhat bele abba, itt be tudsz fogni. Én itt próbálok, igen, közben nyugodtan, csak még megyek körbe-körbe, hogy beszélgessünk a brit alkotmányról, még nyugodtan. Hogy a kormány döntését a királynő elfogadja, el kell, hogy fogadja. Igen, ez egy nagyon komoly együttműködésen alapuló rendszer, igen. Hogy gyerekkorában miket tanult, hogy mire tanították, mint leendő királynőt is már. Hallgatlak és figyellek, és nem tudom nem észrevenni, meg nyilván utána néztem, hogy október 7-én jeles nap következik az életedben. De hogy úgy lehet az ember talán, vagy úgy maradt, tehát ennyire fiatal kívül belül, hogy állandóan tanul, tehát hogy te folyamatosan tanulsz. Hát az borzasztó fontos. Nem csak nekem fontos, ez mindenkinek valami ha nem a tanulás, akkor valami más, de valami olyasmi, ami mozgatja az ember agyát. Mert hogyha nem mozgatja, akkor elindul a felejtés, és attól én nagyon félek. És inkább tanulok. Inkább akármennyit megtanulok. Mint ugye elfelejtsem. Én hoztam egy meglepetést neked, mielőtt kiszállunk. Tudni lehet, hogy a te kedvenced a tulipán. Yes. Úgyhogy tudom, hogy szeptember vége van, de a születésnapodra szeretném. Előre. Nem tudom, hogy babonás vagy-e, de... Nem. Miért az jelent valami? Nem tudom, hogy előre meg lehet-e valakit köszönteni a születésnapján. Ez október 11-én kerül ki a YouTube-ra. Addigra már túl leszünk rá, de most meg nem vagyunk túl, és nagyon boldog születésnap. Nagyon szép. Nagyon szépen köszönöm, hogy elhozhattam. És mennyi idő marad, vagy mennyi időt töltesz az unokákkal?
Most, hogy ugye már itthon laknak. Amennyit akarnak. És mennyit akarnak? Hát van, amikor semmit. És az milyen? Milyen a nagymamának, amikor semmit? Akkor lemegyek hozzájuk, és megkérdezem, hogy mi van. De azért töltünk együtt, főleg nyáron, amikor, hát most nyáron elég két hétig velünk voltak, és akkor elmentünk a Mátrába kirándulni, meg elvittük őket Bécsbe, a Práterbe, mert azt nagyon szerették volna. Azt arra nagyon kíváncsiak voltak, úgyhogy azt megértem, persze. Hát ez egy nagy élmény. Igen. Úgyhogy ez egy nagy élmény. De nem csak ilyen extra helyekre megyünk, ilyen szuper helyekre, hanem arra megyünk. Arra? Jó. Hanem, de lehet, hogy erre megyünk mégiscsak, mert ottan lezárták. Arra megyünk, amire mondod. Jó. És... a hétköznapi programok is vannak? Hétköznapi, persze. Persze. Nagyon köszönjük, hogy elhozhattunk még egyszer. Köszönjük, és hát ez és fantasztik. Hát boldog születés. Nagyon köszönjük. Nagy a kísértés, hogy elkezdjék énekelni, de nem fogok. Köszönjük, és jó javulás. Köszönjük. Jó, köszönjük. Minden jó, szóval az én az első emeletnek fölmerül. Aha, és úgy le? És úgy végig vissza a folyosón, de ez a fél emelet. Jó, de csak első emelet. Jó, jó. Oké. Jó, jó. Minden jó. Hát ahogy ebből az on the spotból az lett, ami lett, azért az szerintem, az én teóriám szerint annak is köszönhető, hogy ilyen állati tudatosan és ambiciózusan ti ezt megcsináltátok, ezt a márkát. Elképesztő szerencsével párosítva, de most komolyan, tehát itt lehetett volna ambíció, meg kitartás, meg bármi, hogyha 4-ből 4 tévé nekünk azt mondta, hogy nem. Gyerekkel ezt a sorozatot nekünk azért is volt jó vagy jobb forgatni, mert egy csomó minden van, amit az ember beépít a saját életébe. Látod ezt a kis ikont? Ha erre rákattintasz, akkor csatlakozol a vmn.hu YouTube csatornájához.